Szervusztok, üdvözöllek benneteket a 12. Féder Horgász Világbajnokságról. Szerbiában vagyunk egy gyönyörű Dunaholtágon, Bela Crkva települése mellett. 27 nemzet kezdte meg a felkészülését a hétfői napon erre a világbajnokságra, köztük a magyar válogatott is, és hát ma már péntek van a kötelező edzés napja, amikor már az utolsó finomítások történnek csak, hiszen holnap már az első fordulóval kezdetét veszi maga a világbajnokság. Ez a kis videó a magyar csapatnak a felkészüléséről, illetve magának ennek a világbajnokságnak az atmoszférájáról fog szólni, és hát reményeim szerint szép eredményről is be tudok majd számolni, bár nagyon nehéz most jóslásokba bocsátkozni az eredmény tekintetében, hiszen nagyon erős most már a mezőny. Itt vannak az angolok, a franciák, a szerb csapat, akik tavaly világbajnokok lettek, és hát nyilván hazai pályán szeretnék, és nyilván hazai pályán szeretnének világbajnoki címet is védeni, de itt vannak még a csehek, a lengyelek, a szlovákok is, még sorolhatnám hosszasan azokat a csapatokat, akik most már esélyesként indulnak el egy-egy világbajnokságon. Ahhoz azonban, hogy a világbajnokság jól sikerüljön a magyar csapatnak, szurkolni kell, és hát ahogy eddig is, úgy azt kérem, hogy most is szurkoljatok a magyar csapatnak, és ezen a kis videón kövessétek nyomon, hogy mi történt itt Szerbiában a 12. Féder Horgász Világbajnokságon. Hajrá, magyar csapat! Szénási Bélával, a kapitánnyal állok itt a magyar csapat mögött a kötelező edzésnapon. Béla bácsi, hogy telt a kötelező edzés, milyen felkészülésen van túl a csapat? Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát végül is sikerült felkészülnünk, úgy gondolom én egész héten keményen dolgoztak a srácok. Halfaulát azért elmondanám, 70%-a több a harcsa volt, van kárász, apró pontyokat fogtunk, kezeket. Aztán ezen kívül tegnap már kicsit szűkült ez a kör, de már ráleszokottuk a törpeharcsára fogást. Nem mondom, hogy olyan sokat, de 2 kg, 2,5 kg körüli fogás már itt az évónak számít ezen a vizen. Hát azt fogtuk hárman is, három fiú fogott. Itt most a részletekre nem akarnék teljesen kitérni, mit használunk, hogy használjuk, ezt majd inkább elmondom később. Én azt gondolom, hogy itt a esélyeket latolgatva, hát ebbe se szeretném most bebocsátani. Nem akarok jósatokba bocsátkozni, mert attól félek, hogy itt bárki bármit elérhet, hogyha ez a víz ez most éppen leolvadt 60 centit. És nem tudjuk most, hogy ez hozott-e halat, vagy éppenséggel viszi ki a Dunába, mert ez össze van kötetésben az élő Dunával. És attól félek, hogy ilyen halak inkább kifele fognak húzódni. Na most, ha nem lesz itt egy firmán belül rövidboton keszekfajta, akkor szerintem itt csak több az már több harcsa lesz majd megint. Hát illetve 27 nemzet van itt, úgyhogy alszektorok lesznek, gondolom. Igen, alszektor lesz, így van, úgy pontosan. Itt azért nem is nehéz ilyenkor jóslásokba bocsátani. Hát így van, nem tudom, most én azért a magyar csapatot így egészeti munkai alapján igen jónak értékelem. Jó fogtuk a halat. Hát, hogy itt hoz a szombat vasárnap, azt én meg most előre nem tudom megmondani, nem is akarok még egyszer mondom bele konyolódni ebbe, hogy ki hagyadik lesz, hogy lesz. Oké, köszönöm szépen, Béla bácsi. Én köszönöm szépen.
Walter Tamással beszélgetek egy kicsit, hogy mit kell tudni erről a pályáról, erről a vízről. Ugye ti voltatok már egy picit korábban is edzeni. Igen. Erről mesélj egy kicsit nekünk. Hogy... Kijöttünk két hete, két napra nagy lendülettel, aztán még aznap hazamentünk, ugyanis akkor értek le az erdélyi hegyekből azok a patakok, folyók, amik ebből egy ilyen sárlavinát csinálták. Ott, ahol te állsz, ott fél méteres víz volt, kint a füvön voltunk szinte a ládával. És ez persze nem baj, mert most egy vízszint bármikor változhat, de egy ilyen barna kakaó rohanó nagy szigetekkel, és az 50-es kosár nem állt meg. Tehát egy folyóvizem edzettünk egy napot az állóvízi csatorna-szerű víz helyett, úgyhogy ezt feladtuk. De arra már jó volt, hogy akkor látszott, hogy nagyon sok a törpe, és kérdezgettük a helyieket, akik egyébként szerintem őszintén elmondták a saját véleményüket, de ők azt mondták, hogy a törpe az ki van zárva, itt mindig fehér hallal kell horgászni, alig van benne törpe. Mi akkor nem ezt láttuk, és ebből a szempontból hasznos volt az a haszontalannak tűnő tréning is, mert most is törpe van. Ez lesz akkor a fő irány, amit horgászni kell, hogy érzed? Nekünk biztosan ez, mert úgy érezzük most, hogy a mezőnyhöz képest jól fogjuk, amit most ebben a kis egyperces videóban lehet, hogy nem tudok prezentálni, de egyébként jól fogjuk, és bár nehezedik a törpe horgászat napról napra, hétfőkedhez képest, de mi még mindig föl tudunk menni 70-80 darabokig 5 óra alatt, ami egy nagyon stabil súly, nem lehet utolérni ilyen keresgélő keszekpecával. Ha valaki olyan helyen ül, ahol sok, ez most egy kis törpe, de van szerencsére sokkal nagyobb is, minden méret van egyébként, vagy 10 féle méretre horgászunk, ritka ez nekünk. Szóval, ha valaki belenyúl egy olyan szakaszba, egy olyan helybe, ahol gazdagon van kárász, akkor a törpét meg fogja verni. Lehet, hogy nem lesz egyetlen szektor egy se törpével, de ezt az áldozatot be kell dobni egy csapatversenyen szerintem. A törpén belül említetted, hogy többféle méret van. Tudjuk ezt mi szelektálni, vagy ez teljesen alfok jellegű? Inkább azt tapasztaltuk, hogy a verseny első szakaszában, különösen az első óra az, ami tudja a nagy halat, majd a távváltások eleje mindig tudja a nagy halat. Ez a nagy törpe az 5, 6, 8, 10, 15 dekáig. Aztán utána, ahogy ők jól laktak, megérkeznek a kicsik, akkor mi már nem tudunk sokat tenni azért, hogy nagy törpe legyen ott előttünk. Még egy ideig horgászunk nagy horoggal, hatalmas csalival, tényleg ilyen hújnyi kampókkal. De amikor ez már nem eredményes, akkor nekünk is le kell menni kutyába, és akkor kis horoggal, kis csalival fogjuk, ami jön. Viszont mivel tudjuk, hogy minden egyes kezdés egy adott távon, minden egyes kezdés egy pár nagy hallal indul, ezért az elején nagyon agresszíven horgászunk. Tépjük a halat, pattog a víz tetején a nagy törpe. Ha valaki kívülről néz minket, azt hiszi, hogy begolyóztunk, mert a nagyot húzzuk, mint a bolond, a kicsit meg így fárasztjuk, igen, csak ez egy teljesen másik horog, ugye. És akkor így próbálunk megfogni mondjuk 10 törpét, addig még más 3-at, 4-et, 5-öt, mert bolond módon húzzuk az elején. Oké, hát köszönöm szépen is. De ezt majd csak a verseny után jelentesd meg. Így van, azután szigorúan. Szerintem ezek ilyen apróságok, amik jelentetnek 20-30 dekát, de hát 2-3 kilós pálya. 20-30 dekát, 10%-a súlynak csak azért, mert tudod, hogy úgyis el fog múlni mindjárt a nagy törpe, és akkor addig szeded, mint a bolond. Oké, köszönöm. Szívesen. Na ez most nagyobb egy kicsit. Megvárjuk. De ez már finom cucc, ezt már nem húzom. Viszont az elején ott viszonyításként úgy mondom nektek, hogy 16-18-as horog kontra 8-as. És pockos. Igen, már tele vannak szegények. Bakó Petihez jöttem át, Tamás mellett horgászik most az edzésen. Őt arra kérem meg, hogy a szereléket mutassa be gyorsan, nem akarom sokáig föltartani, hogy mi az eleme a szereléknek, amivel horgászunk. Ez úgy néz ki, hogy
van egy, most ilyen esetben 70 centis, de egyébként 50 centis előkével törpézünk, és mivel alig látjuk a kapásokat, még így is majd mindjárt mondom, hogy hogyan, maximum csak a 70%-át észleljük, ezért a teljesen mértékben kihagytuk belőle az előgumit. Erőgumi helyett ilyen sodrott, vastag zsinort, ez egészen pontosan 35-ös, megsodorva, azaz duplán, a 70-es zsinór, ha úgy nézzük, van bennenek ugye a nyúlás nulla, és így nagyobb esélyünk van a kapást észlelni, és egy ilyen kis gubancgátló cső, vagy nem tudom minek nevezzem, ezt távvel tartó a nagy dobások miatt, hogy ne gubancoljon a szerelék. Kosarakat váltogatjuk, jelen esetben window kosárral pecázom, vagy szinte a csapat pecázik, mert szerintem mindenki, de ez egyetlen egy döntés, 5 másodperc alatt tud lenni bármilyen kosár. Oké, köszönöm szépen. Itt vagyok Sivák Mátyásnál, aki hát szerintem te kezdetektől fogva benne vagy a válogatott keretbe folyamatosan, ugye? Hány éve számolod? 11-ben voltál az első, a legelső, a olaszt azt kihagytuk. Akkor 11-ben, most ez a 12. Nem indította az ország, ugye a Tomohoz csapatot, nem is volt rá válogatók még akkor, és de azóta mindegyikben benne vagyok, igen. Jó, egyik legstabilabb tagja vagy hát a csapatban. Attilával. Attila is ott volt, az összesen én is. Igen. Téged arról kérdezlek, hogy mesélj már arról, hogy milyen csali felhasználással vágunk neki ennek a VB-nek. Pont most beszéltük a Lacival, hogy kéne összeállítani a limitet, és nagyjából arra jutottunk, hogy törpének nagyon jónak érezzük a bábot, főleg a nagy törpének. Több nagy törpe torkába is láttam bábot, tehát abból minimum egy fél liter, de lehet, hogy 3/4 literrel kell menni. A fél liter giliszta az adja magát, az mindenképpen, akkor ez ilyen már ilyen 1-1/4, és akkor max. Egy fél liter apró szúnyog, nem biztos, hogy kell az egész. Lehet, hogy elég egy kevesebb is, mint a feles limit. És akkor a maradékban meg csonti pinki. Talán a pinki fontosabb törpézni, mint a csonti, de mind a kettőből kell, hogy legyen. Szúnyoglárva? Hát tűző nyilván a fipszes az, amit a 2 liter fölött lehet a fipszesbe, az körülbelül ilyen 1/8-nyi mennyiség, azt nyilván be kell hozni, lehet bármi, annak itt kell lennie, akár még el is lehet etetni törpére is, mert valószínű nem rossz neki, főleg a végén, a utóbbi napokban azt veszük észre, hogy a végére egy kicsit lankad a törpének az érdeklődése, és szúnyoggal, vagy kisebb horoggal, finomabb cuccal még azért meg lehet őket fogni. Most ez is úgy látom megvan, jön ki a... Igen, ez is már egy ilyen finomított törpe, ilyen keszeges cuccon. Azért ez nagyon kemény, hogy itt ilyen törpés bábos horgászat lesz. Ez még egy jó méretű törpe volt. Ja. Ez már jó méretnek számít. Ez jó volt, igen. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy 3 deka fölötti átlag legyen törpébe. Nyilván jó lenne a 4, de a 4 az nagyon nehéz összehozni a 4-et. Jó, köszönöm szépen, Matyi. Köszi. Kocsis László a másodkapitánya a csapatnak. Laci, téged arról kérdezlek, hogy itt a pályán végig szaladva ti mit láttatok a konkurens csapatoknál? Volt-e valami érdekesség, akik valahogy nagyon jól fogják, vagy valahogy le tudják szelektálni a bizonyos halfajokat? Van-e ilyen? Hát igen, ugye mint minden évben idén is nagyon komoly háttérmunkával készültünk a VB-re. Pontosan ki volt osztva a háttereknek is, hogy melyik csapatot kell figyelni, milyen időközönként, milyen az első 1 órát például több csapatnál is végignéztük, de van ahol 2-t, meg a végén is visszamenni, esetleg egy végére is végignézni, hogy lássuk, hogy mennyi halakat fogtak összességében. Nyilván sok csapat van, amiket figyelni kell, és többen is minden reggel átbeszélgettük, néztük az angolokat, hollandokat, nyilván a helyieket, a szerbeket,
de általában jól fogtak a románok is. Tehát mindig ki volt osztva a román csapat, mindig ki volt osztva, hogy ki mikor hova menjen, és délutáni kapitányi megbeszélésen erről beszámolót kellett mindig tartani, illetve a menet közben, ha láttunk valami olyan dolgot, amit érdemes esetleg próbálni. Itt a technikákban még eléggé sok a bizonytalan pont, de a hosszabb boton törpézéstől az egész rövidig, apró keszegig minden jó lehet, esetleg egy köztes táv. Folyamatosan változik a pálya, a legelejétől kezdve a verseny, hogy elkezdődik 10 órakor, onnantól kezdve az első egy órában nagyon sok csapat próbál apró halat, fehér halat fogni, majd utána mindenki elkezd törpésedni. Ezt látjuk nagy általánosságban, de még azért messze a vége, még sokat kell beszélgetnünk arról, hogy álljon össze a pontos csapattaktika nálunk is. Oké, köszönöm szépen. Na, itt vagyok Erdai Attilánál, akinek először is gratulálok a múlt heti újabb Masters úszós magyar bajnoki címéhez, amit Győrből Rábán szerzett folyóvízi pecával. Hát ez is majdnem folyóvíz, csak hát ez nem rakósbot, hanem féderezés. Milyen nehézségei vannak ennek a pályának, Attila? A múlt heti eredmény az még azt tenném hozzá, hogy ez volt a 10. magyar egyéni bajnoki címem, úgyhogy ez mindenféleképpen említést érdemel. Az itteni horgászat, hát az előzetes hírek is arról szóltak, hogy nem lesz könnyű dolgunk, ugyanis megjelennek ugyan néha nagyobb testű keszelyek ezen a vízen, fogtunk is a héten belőlük néhányat, de ezekre úgy 100%-osan biztosra menni, hogy ebből biztos tud fogni az ember, az elég merész vállalkozás. Két nagy törés van a pályán, az egyik az egy ilyen 11-12 méter körüli távon, ez kövezéssel van levédve, hogy ne csúszson be, ne mosódjon el. A másik pedig egy ilyen 30-35 méteres távon, szintén egy újabb medertörés, körülbelül egy méteres medertörés, amivel az a probléma, hogy ezen nyilván megtelepszik kagyló mindenféle jószág, valószínűleg elakadnak benne ágak, azon megint kagylóterem, és ma például beleszaladtam egy ilyenbe, hogy háromszor vagy négyszer akadtam le, úgyhogy azt hittem, hogy be fogok szakadni. Egy komplett szerelékem benn is maradt ezen a 40-es távon, illetve egy 6-7 törpém úgy akadt el, hogy azt le is vágta az előkét a kagyló. Az volt a baj, ugye, hogy a kisebb törpéket azt át tudtam emelni ezen az akadón. A nagyobbak, azok jobban kapaszkodtak, azokat nehezebb volt elemelni a fenéktől. Hát nagyon röviden ennyi a pálya nehézségeiről. Lehetne még sorolni néhányat, de azt hiszem egyszer ennyi is elég. Reméljük, hogy ezeket a helyeket majd elkerüljük a holnapi nap. Én abban bízom, hogy azért az 5 napos horgászat itt a tréningnapokon, ahogy végig haladtunk a pálya különböző szakaszain, sok mindent megtapasztaltunk, milyen távokon érdemes keresni a törpét, milyen távokon érdemes keresni a fehér halat. Úgy tűnik most az utóbbi napok alapján, hogy a fehér halak azok inkább a szélső szektorokra lesznek jellemzőek, ott jobban kell számolni velük, jobban oda kell figyelni rá. Sajnos a belső szektorokban én úgy érzem most a mai horgászat, meg a tegnapi horgászat alapján, hogy hát ez egy kemény törpe horgászat lesz. Köszönöm szépen!
én csak tudom, hogy ő igazi sportember, mert nem kell magyarázkodom senkinek. Amúgy nem is tagadom, én most tudjátok, milyen őszinte faci vagyok, én nem tudtam mellé beszélni. A Bencén gondolkodtam, ő rajta gondolkodtam, és én azt mondtam, hogy... Itt vagyok Szabó Bencével és Sipos Gáborral. Véget ért a kötelező edzés, Béla bácsi csapatot hirdetett, Bence fog horgászni, de Gabi, kérlek, meséld el, hogy mert ritkán van ilyen nagyon, sportemberhez. Nagyon egyszerű oka van ennek, ezt úgy hívják, hogy önkritika, tehát látom azt, hogy ez a törpeharcsi horgászat megy, jól megy, mert azért nem véletlenül vagyok a magyar válogatott tagja, de nem megy annyira jó, mint mondjuk a Bencének, és mivel én csapat éremért jöttem ide, ezért a csapat eredménybe az is beleszámít, ha mondjuk én nem fogok annyi halat. Úgyhogy Bence szerintem ezt a törpizést jobban meg tudja oldani, mint én. Aztán igazából ennyi nem kezd túlmagyarázni. Hát most aki ezt nem látja be, hogy nem mindenbe tud 100%-os lenni, az nem való sportolónak szerintem. Aztán igazából nem akarom ezt túlspirázni. Így van, én már átéltük már ezt együtt a metódosoknál is, csak nagyon ritka az ilyen hozzáállás. Köszönöm szépen. Bence, akkor most hozzád fordulok, hogy milyen volt neked ez az egy hét, neked ez az első világbajnokságod, aminken versenyzőként így beültél, van. Így van, mert tudom, Féder szakákban. Így van, Féder szakákban, mert a tavalyi évben voltál kint Belgiumban csapattal. Milyen most így ládán ülni egy világbajnokságon? Hát nekem ezzel a héttel egy nagyon régi, talán a legrégebbi álmom vált valóra, illetve válik valóra. Amikor elkezdtem ezt a versenyhorgászatot, nekem az volt a legnagyobb célom, hogy ezen a versenyen horgászhassak, mint a magyar válogatott tagja. És most az, hogy ez holnap megadatik, az egy ilyen beteljesült álom. Köszönöm, hogy hozzájárulhattam. Kicsit amúgy el is érzékeny voltam, de tényleg basszus. Hát nagyon kemény volt a hét, tényleg. Nem egyszerű a pálya, nehéz halat fogni, a körülmények azok sem teljesen ideálisak, de hát azért jöttünk ide, hogy méltóképpen képviseljük a hazánkat. Ennek szellemében keltünk fel minden reggel, és holnap után is így lesz. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék hazamenni innen egy éremmel. Mindent el fogunk követni ennek érdekében, az egészen biztos. A proféta szóljon belőled, és hát visszaidézném, amit Sipi mondott, hogy nem a kamerába kell azt mondani igazából, hogy csapatember vagyok, hanem valóban úgy is kell. Oda könnyű ezt mondani. Igen, ide könnyű ezt mondani, de átélni ezt így van. Jó, nagyon szépen köszönöm, és hát szerintem ebből is látszik, hogy mi az ereje igazán a magyar csapatnak. Köszönöm, fiúk. Azért tényleg a nézékenyük, nem egy kicsit volt életben. Igen, 69 törpét fogtam, 80-85-öt kellett volna, meg egy kicsit gálászott a végén, a 10 percét jött a Béla bácsi. Távot fogunk etetni, egy ilyen 12-3 métert, azaz rövid, 30 métert, 30 és 35 méter között egy nagyon nagy törés van, olyan törés, ami nem akad szerencsére, de ott esik, hogy
3-3,5 métert. Annak a tetejét etetjük meg, illetve lesz egy benti törpés, 40 méteres etetésünk, ahol direkt nem nagy kosárral, hanem több kisebb kosárral összekopogunk az elején annyi alatt, hogy ott fogunk kezdeni. Bent próbálunk törpét fogni az elején. Az volt az észrevétel, hogy a fehér halat törpével, az elején odaérkező törpével jól össze lehet gyűjteni. Ez a terv. Hát elkezdődött a első forduló, az A-szektorba Sivák Matyinál vagyok, és hát itt azért megmutatom nektek, hogy Matyinak ugye ki kellett ülni a szektorának a jobb szélére, hiszen ott van egy fa benne a szektornak durván a közepén, tehát a bal oldalára semmiféleképpen nem tudott ülni, csak a jobb oldalára, és ott is egy tisztes távolságból tudjon dobni. Viszont mellette a horvát versenyzőt abszolút nem értem, hogy miért a őnála is van ugyan egy kis bokor, látjátok, de hogy miért a bal oldalára ült, mikor ott egy sokkal-sokkal nagyobb nyílt placca lett volna, ráadásul közelebb a széléhez, hiszen a széle az ott van a szélső versenyző, teljesen érthetetlen, az meg különösen, hogy ugyanazt a távot dobja, és még majdnem rádob a Matyinak az etetésére, tehát nagyon szoros a benti etetésük, nagyon közel van egymáshoz. Ezt csak azért mutattam nektek, hogy tehát így nem szabad leülni egy pályára, ahogy a horvát versenyző itt most leült. Matyinak volt már egy busája röviden, de a busa az a nem értékelhető halfajuk közé tartozik, úgyhogy mikor látta, hogy busa, akkor rá is szorított és bele is tépte, inkább a horgot nem töltötte vele az időt, és hát bement, hogy a szétzavart rövidetetését hagyja egy kicsit pihenni, és elkezdte bent a törpézést. Az A-szektornak a széle mellett van egy ilyen csatorna, ami egy ilyen kis szivárgóból vezeti be folyamatosan a vizet itt a versenypályára. Lehet látni is a két víz közötti különbséget. A csatornának a vize egy ilyen zöldes, ez pedig maga a versenyben ilyen szürkés, barnás, zavaros. És hát ott van Matyi innen a negyedik hely, tehát viszonylag közel ehhez a befolyóhoz, ami azért táplálékot sodor be, és itt folyamatosan van halugrás is, reménykedünk benne, hogy jó hatással lesz majd itt a szélső helyekre.
Szénási Béla kapitány úrral beszélgetünk most az első forduló után, itt a második forduló reggelén. Hát Béla bácsi, kérlek, értékeld már a tegnapi napot, a tanulságokat, illetve mire számítasz most a második fordulóba? Tegnapi napot mindenféleképpen pozitívan kell, hogy értékeljem, mert aki ezt a pályát nem ismeri, az tudja, hogy vannak olyan helyek, ahol bármit csinálsz, nem igen fogsz haladni. És én azt gondolom, hogy a fiúk, akik itt horgáztak, mindent megtettek azért, hogy Magyarország azért a harmadik helyen álljon. Én 27 országból ezt teljesen természetesen pozitívnak tartom, és én azt gondolom, hogy a mai sorsolásunk alapot ad arra, mert jó sorsolásunk van, hogy maradjunk a dobogon, sőt, még egy kicsit ezt fokozzuk is. Itt a egyéni eredményekre most nem akarok kitérni, itt a cserekérdés azért szeretném mondani, hogy jött képbe a Sipos úr cserébe, mert ugye ezt nekem föltették kérdésnek egy jó néhányan, szeretném mondani, hogy olyan csapatszellem van itt Magyarországon belül a magyar csapatban, hogy ő saját magát ajánlta föl cserére, és én meg is köszöntem neki, hogy ez a sport emberi magatartás, amit ő végezít, ez nagy, én nekem örök hálám ő felé. Ezt szerettem volna elmondani, mert kaptam így egy-két kérdést így neten, és én azt hiszem, erre válaszolnom is kell. Köszönöm és hát szépen. Azért van pedig lehetőséget kapott lehetőséget, Gabi is. Természetesen megkapta, hogy én azt mondtam neki, hogy hát horgászol egyet, és ő azt mondta először, nem akart, de utána azt mondta, hogy rendben, akkor horgászik a mai fordulóban. És így lett képbe a Szabó Bence, hogy miért a Szabó Bencét cseréltem le. Erről is szeretnék azért mondani, hogy nem a Walter Tamás, mert a Walter Tamásnak a szektorát meg kell nézni, hogy 9 dekán belül 2 embert vert volna még meg, és sajnos én egy picit itt taktikai hibát követtem el, hogy hamar mondtam a Tamásnak, jöjjön ki a 12 méterre horgászni, és ha kicsit még bennmarad legalább egy 10-20 percet, akkor az a 3-4 darab törparcsával akár 6. is lehetett volna a szektorban. Így van, így. Hát az eredményeket nem kell megmagyarázni. Én nem magyarázkodom azért a harmadik helyért, természetes dolog azért ezt el kellett mondjam, mert láttam a hozzászólókba egy kicsit kétely merült fel ez miatt, hogy történhetett ez meg. Hát én azt mondom, hogy én soha nem a személyeket nézek, meg nem azt nézem, hogy ki, hogy hívják, hanem azt nézem, hogy a Magyarország hogy tud előre lépni a versenysportba. És hát azért, aki figyelemmel kíséri a versenysportot, az tudja, hogy a magyar élmezőny az annyira erős, hogy szinte ha kalapból húznád ki a csapatot, akkor is szerintem itt, ez az eredmény itt tudna jönni. Itt a világbajnokságon Magyarországnak szinte azt lehet mondani, hogy is mondjam, itt fölnéznek rá még azok a csapatok is, akik a világ legjobb közé sorolom én is. Magyarországot mindenki úgy tartja, egy nagyon jó fiatalokba álló kis csapat rajtam kívül. És én azt gondolom, hogy ez a csapat, aki most itt van, évek múlva is ennek a eredményét majd meg fogja mindenki látni, hogy ezek hozzák is magukat. És én most innen is szeretném nekik megköszönni a egész heti munkájukat, de hogyha majd lesz egy összegzés, majd a végére adunk, akkor erre külön ki fogok térni. Jó, köszönöm szépen is, hát szurkolunk a csapatnak.
8. A bolyaik féder! 8. Három, kettő, itt vagyok a világbajnok Féder magyar csapattal, akik 2019 Dél-Afrika után újból világbajnoki címet szereztek itt Szerbiában a 12. Féder világbajnokságon. És hát itt van mindenki a csapatból, a segítők, versenyzők. Hát Attila, téged kérdezlek először, így friss világbajnoki cím birtokosaként is. Mindenkitől ezt fogom kérdezni, hogy hogyan éltétek meg ezt az egy hetet, illetve milyen érzés most ez, hogy nem is tudom, te már hanyadik világbajnoki címedet szerzed? Nagyon jó kis hét volt, jó tréningeztünk, jó edzések voltak, viszonylag kevés hal, de az eredmény jó lett. Bence, neked hogy tetszett ez a világbajnokság? Az első klasszikus Féder világbajnokságod, és rögtön világbajnoki címmel nyitottál, nem mint hogyha a másikban nem így lett volna, de meg hogy élted meg ezt a hetet? Rengeteget tanultam, az az első dolog, ami eszembe jut, nagyon-nagyon tetszett a pálya, és nagyon örülök, hogy itt lehettem. A világbajnoki címnek nagyon örülök, és remélem, hogy nem ez volt az utolsó ebben a szakágban. Köszönöm. Sivák Mátyás. Matyi, neked milyen volt? A tegnapi nap egy nagyon szép pece után ma egy sokkal küzdelmesebb horgászat volt, de azért összejött. Igen, sokkal többet kellett törpéznem. A rövid pecát kicsit hanyagoltam, mert nagyon nem volt rajta hal, de az egész szektorban, vagy hát a pályán is jellemző volt. Úgyhogy sokkal többet törpésztem be, hál' Istennek az jött szépen, jó is volt a helyem hozzá. Nagyon köszönöm a segítőknek a egész heti ténykedését, nagyon-nagyon jó volt a csapat, jó volt velük együtt nyerni egy aranyat. Köszönöm szépen. Bakó Péter, Petike, tegnap kettes, ma egy gyönyörű egyest horgáztál, milyen érzés volt? Hát, erre úgy nagyon nincsen szó, fenomenális. Nyertünk már sok minden magyarként Magyarországnak. Többek közt én legalábbis úszós utánpótlásokat, meg metódot, ugye együtt. De nekem ez nagyon nagy, ez volt a legnagyobb vágyam az összes közül. Egyszer ezt szerettem volna igazán megnyerni csapatba, és ez, hogy ez most megadatott, ennek rendkívül örülök, szóval ez elmondhatatlan. Ide jövünk, Sipos Gábori. Mai nap egy jó peca volt azért a végére, küzdelmes volt, hát, nagy volt az izgulás. Jó, de azért az eredmény az maga helyébeszél. Hát nyilván jó hét volt. Jó volt ezzel a csapat együtt dolgozni, jó volt ismét amelyet nyerni. Nyilván voltak nehéz pillanatok, azért ezen a héten is, meg ezen a versenyen is. Annak nagyon örülök, hogy az elmúlt évek kicsit gyengébb teljesítmény után, ez a 34-5. Hely után megnyert. Ezt a gyengét, ezt csak idézni. Igen, azért ebben a mezőnyben szerintem az is. Ez fantasztikus. Az is. Elmúlt években is fantasztikus volt, de ez most nem szólt rá, úgyhogy jöhet a következő. Walter Tamás. Így. Tamás, te az előbbit számolgattál valamit ilyen világbajnoki érmekkel kapcsolatban. Mire jutottál? Érmekkel nem, csak VB címekkel. Himnuszról beszéltünk, és hogy milyen jó hallgatni. Volt már pár, igen. Mi a kérdés, Csabi? Ennyi világbajnoki cím után te hogy érsz meg egy világbajnoki címet? Tehát neked milyen érzések vannak ilyenkor? Csapat VB-t nyerni nagyon jó. Egyénit is jó nyerni nyilván, de óriás szerencse kell hozzá. Ezt mondom úgy, aki már nyert, meg olyanoknak, akiknek hajszálon múlt. Ehhez meg kevesebb szerencse kell. Nem szerencse volt. Egy kilón belül van a három top csapat súlya. Tehát a pálya egyenletes volt, és úgy megvertük a virágot, hogy öröm volt nézni. Nagyon, nagyon büszke vagyok magunkra, mindenkire. Örülök neki nagyon. Komment huszárokat meg üdvözlöm mindenki. Így van, és utána majd, mikor nekünk tapsolnak a vacsoránál, az az igazi. Itt vagyok akkor a kapitánynál és a másodkapitánynál, Kocsis Lászlónál, Szénási Béla bácsinál. Laci, téged kérdezlek, hogy
ugye segítő is voltál, másodkapitány is voltál, úgy mint 2-in-1. Hogy élted meg ezt a egy hetet? Hát igazából egy mondom összefoglalva egy tökéletes csapatmunka végeredményét látjuk majd most, meg halljuk majd este a banketnél, amikor viszonyítanak minket oda, ahova ez a csapat eljutott ez az egy hétnyi munkával. Köszönöm szépen, Béla bácsi, kicsit gyere ide a csapat elé, légy kedves, és itt vagyunk, drága barátom. Beszéltük, hogy majd csinálsz egy értékelést, tehát akkor itt az ideje. Hát itt is tudnék mondani, így 2019 után Dél-Afrika világbajnokságot nyert a magyar csapat. Most szintén 2023 végén nyertünk egy VB-t Féder szakákba. Én nem tudok más mondani, mint hogy ilyen remek emberekkel, nem csak mint remek horgászok, és tényleg azt a világ legjobb horgászaival vagyok együtt, hanem mint emberi nagyságok. Emberségből is érve mindig jelesre vizsgáznak, mert azt kell, hogy mondjam, hogy itt tényleg a csapat csapatért dolgozik. Én nem tudok olyat mondani, hogy rossz, nincs rossz emlékem soha így erről a csapatról. A Féder szakágnál van egy borzalmas jó kis szokás, hogy borzalmas összetartó a csapat, és ez meglátszik az eredményekben, meglátszik az, hogy felkészülésben ki mennyit dolgozik. Mi vagyunk az elsők, akik kijövünk, tényleg sötét van, mi vagyunk utoljára haza. És én azt gondolom, hogy ez meg is hozza mindig a gyümölcsöt. És én, ha a magyar himnuszt halljuk, azért azt mondom én is, hogy hát mégis fogom ezt biztos íratni még egyszer. Nagyon szépen köszönöm, és hát az otthoniaknak pedig köszönjük a szurkolást, illetve hát így a csapat nevében mondhatom, hogy a támogatást is mindenkinek, aki egy kicsit is beletesz a magyar horgászsport támogatásába, hogy ez a csapat odaérjen, ahova igazából érdemes volt, és most ezt be is bizonyította. Köszönöm szépen, fiúk, és este pedig ünneplés! Hajrá, Magyarország! Sziasztok! Thank you.